Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit a mai videóban, ami már a videó címéből is kiderülhet, egy nagyon régi sorozatot szeretnék folytatni, mert nagyon szerettétek volna. Ezzel kapcsolatban tettem ki a YouTube közösségi fülemre szavazást, illetve ezután is folyamatosan fogok kitenni, hogy mi az a játék vagy tartalom, aminek szívesen örülnétek. És hát ez az Adopt Me volt többek között. Szóval igen, itt van, nem is tudom, nem évek óta, de hogy hónapok óta a következő rész, remélem, hogy tetszeni fog nektek, és hát akkor nézzük meg, hogy mi az az újdonság, ami bejött a játékba, mi az, ami változott, és játszunk egyet. Ahogy látom, új safari dolog érhető el. Ugye most is bébi leszek, mert akkor több lóvét lehet bezsebelni. Hát így nézek most ki, nem is emlékeztem a karakteremre, itt van velem egy újszülött teve. Én pedig ilyen kis nyáriasba tolom, nagyon kis fancy. Itt van egy felkeltő jel, ugyanis van egy task boardunk, ami azt jelenti, hogy milyen feladatokat kell vagy lehet megcsinálni ahhoz, hogy ezt a pénzt bezsebeljük, és azt tudom, hogy nagyon nehéz itt pénzt szerezni, legalábbis nekem. Nézzük meg, azt mondja, hogy kettő másik játékossal trédeljek, lehet róla szó, három egget, három tojást törjek fel, hát azt nem tudom, hogy mennyire tudom megcsinálni, ahhoz azért pár óra kell, és adjak, vagy szerezzek commont a trade-ben. Nem nagyon szeretnék megválni a házi állataimtól. Valakinek ekkora háza van? Azért ez egy kicsit túlzás, nem? Tehát legyen már egy kicsit otthonos a dolog. Ez konkrétan olyan, mintha nem is tudom, valami palotában élne. Na, itt volt egy ilyen probléma, hogyha itt átmentünk, akkor bebagoltunk a térkép alá, de ezt úgy látszik megoldották. Mi az, amit kell neki csinálni? Mert hogy iskola. Akkor menjünk az iskolába. Volt ezen ABC felirat? Mint hogyha ez is nagyobb lenne. Azt a mindenit, ez biztosan megváltozott, tehát ez nem így nézett ki. Azt tudkó, ez teljes mértékben egy nagy változáson ment keresztül. Wow! A pet trainer itt van, csak ez valahogy sokkal sivárabb volt. Úristen, de modern lett ez az iskola? Azért ez nem semmi. Micsoda monitorok, azt figyeld, hát ez zseni. Ez gondolom a könyvtár része. Nagyon jó, nagyon-nagyon menő, hogy így szélesítették meg, kiegészítették meg. Wow, hát ez mennyire menő, ez gondolom a szülői, vagy valami ilyen igazgatósági hely lehet. Nagyon jól megcsinálták. Nekem ez elnyerte a tetszésemet. És van kantin, és van kaja is. Wow! Itt pedig egy osztályterem, 2 + 2 = 4, jaj de jó! El kéne mennem nekem, vennem egy tojást. Várjatok már, bejött egy újdonság, ami nem más, mint a safari. Szóval, betelt a tárhelyem, de újraindítottam a felvételt. Képzétek el, hogy bejött a játékba a safari téma. És lehet venni különböző állatokat, nagyon durva pénzért. Ez tényleg nagyon sok, köszönöm szépen, ezt hagyjuk is. Ezt akartam megmutatni, hogy ez pedig egy csitá, egy párduc, igen, egy párduc, és 900 robaxba kerül, iszonyatosan drága, viszont ezt adjuk oda a petnek, mert hogy neki is kell ennie. Nézzük meg, hogy nekünk van-e szendvicsünk, igen, ezt pedig én megeszem, és akkor ezért is fogunk kapni pénzt. Imádom, hogy a homlokához dörgöli, értitek, a szendvicset. Zseniális. Jó, és a safari többi részét szerettem volna megmutatni, ugyanis itt van egy híd, amin hogyha átkelünk, akkor egy nagyon szépen kivilágított, ez micsoda, nagyon szépen kivilágított, nem is tudom, ilyen színpadhoz, vagy valami hasonló lehet, ahhoz vezet, illetve ott van egy ajtó, hogyha látjátok, kettő is, és én azt nagyon szeretném megnézni, ott mi lehet. Biztos valami érdekes dolog, és ezt szeretném nektek megmutatni az én szemszögemből. Itt van Jesse. Menjünk ide be. Mondjuk ez szerintem eddig is itt volt. Nem. Nem, ez micsoda? Ó, 300 dollár. És ez mi? Ó, ez mi? Mi ez? Ja, hogy ez is 300. Azt a mindenét, hát ez mennyibe kerül? Húha! És ez mi? Ez egy ilyen kitűző. Mi most 3-15-ünk van, de nem fogunk ilyeneket venni. Ne arra úgy, de ezt most tevém nem tudom megengedni. Sajnos csórók vagyunk. Oké, és akkor itt van egy másik ajtó, ide szerettem volna még bekukkantani.
Viszont ha van nálunk innivaló, már pedig van, akkor megetetem a tevémet, meg itatom, bocsánat, és magamat is megitatom. Mert hogy azért is kapunk pénzt, és akkor... Ennyi? Ja, hogy nekem nem is kell inni, oké, bocs. Wow, hát ez valamilyen kalózos dolog. Ide azon kívül, hogy fel tudunk menni, nem tudunk semmit csinálni, nem? Hát ez elég érdekes. Ó, de! Itt valamit tudunk. Ja, hogy ez... Aha. Hát ezt sajnos nem tudjuk megnézni, mert itt minden is pénzbe kerül, ahhoz meg ugye több pénz kell, hogy ezeket itt kipróbáljuk. Hát ennyit tudtam megmutatni, srácok. Itt még van egy nagy színpad, de hát... Wow, micsoda dolgok vannak itt. Úristen, még a vízbe is beestem. Nem jó? Addig nézzük már ide el. Igen, így áll még. Azt a mindenét! Azt a mindenét! Jaj! Segítség, megfulladok! De ne így áll közbe! Egy már innen ki! Gyerekek, mi a csuda ez? Jézusom, nagyon sok dolog van, és ott maradt az állatom. Hát ez csodás. Ezt meg tudjuk inni. Kérlek, igyad már meg. Hát ezt nem hiszem el. Na, még kettő kort, és akkor ide teremtetem magamnak. Ide teleportáltatom az állatomat. Ez volt az. Köszönöm. És akkor mi kell neki? Pool party? Ja, hogy ez a pool party? Itt vagyunk a pool partyba, gyere! Azt figyeld, úgyis ez a következő feladat. Miért vagy éhes? Most jöttünk a pool partyba. Ez hihetetlen, nem baj? Múltbéli énem gondolta arra, hogy éhesek leszünk, azért hoztam magammal jó sok hotdogot, nagyon sokat. Azaz, oda a füledbe tön bele a hotdogot, köszönöm, és akkor aludni kéne menni, mert a pool party az most lesz meg. Úgy mekkora hülyeség, hogy eljöttünk a medencés partiba, a pool partiba, és konkrétan utána el kell mennünk fürödni, mert bűzlik el. Tehát bejön bűzlötten a pool partiba. Mi ez, hogyha nem nettó bunkóság? Váó, wow, junior lett! Azt figyeld! Én ezért kapok pénzt! 3.93-nál tartunk. New pet trick elérhető. Tehát egy új trükk az állatnak, az új állatnak. Yay! És most itt fogjuk várni a feladatokat. Ugye nekem van több is, mert hogy trédelni kéne. Aha. Mi ez a... Jesszusom! Mi ez a friendes dolog? Ez mi volt, hogy friend 12 szív? Ez micsoda? Ej, nincsen. Akkor el kéne mennem venni petet, mit szóltok? Na mennyi van ez? Mennyibe kerül? Ez kerül 1450-be. Na most nekünk 421-ünk van. Ez kerül 600-ba, ez pedig 750-be, és a legátlagabb kerül 350-be. Hát akkor vegyünk egyet 350-ért. Ugye ez az egyik, amit ki kell keltenünk. Ez egy feladat már. Sajnos a tevével eddig tudtam foglalkozni. De mi ez a hang? Ez pedig, ez egy kicsi ajándék, ez 70-be kerül. Elköltöm minden pénzem. Nézzük meg, mi van benne. Mi ez? Neon skate. Azta! Hát ez tök menő. És ez miért? Ez nagyon menő. Hagyjál már. Mennyire jól néz ki. Azta, de jó. Hát köszönöm szépen, én ide bejövök. Egyetlen egy dollárom maradt. Megpróbálok nagyon sok pénzt összegyűjteni, mert hogy konkrétan 17 dollár, hát az mi? Haló? Jó ég. És akkor utána bejelentkezek, hogyha éppen mondjuk feltörik a tojás, vagy valami izgibb rész történik, mert ez így síralmas. Hát képzeljétek el, hogy bejött egy ilyen új dolog, méghozzá pizza party. Hát én ezt nem is tudom, hogy ez eddig nem volt. Eddig csak ugye sima étel volt, meg ital volt, szóval most megyünk pizza partizni. És mivel ezt még nem mutatta meg a saját szemszögemből, ezért ezt már láthatjátok most tőlem. Szerintem akkor az a nagy pizzaház, amit láttam, a nagy szelet pizza alakú ház, az lehet a pizza partinak az otthona helye. Ah, mennyire menő. Úristenem, hogy nagyon megjött a kedvem a pizzához. Te jó ég. Aha. Mindenfélét felvesznek, itt lehet pénzt keresni. Viszont én itt leveszem a hangot, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ez 100% hogy copyrightos, szóval előről kezdem. Bejöttem ide a pizzázóba, ugye azt hallhatátok még,
fel lehet itt venni a rendelést, itt van egy séf, aki elmondja, hogy amúgy mi a helyzet, stb. Lehet feedbacket is adni, és hogyha extra pénzt szeretnétek keresni, akkor ide tudtok jönni, és lehettek felszolgálók, lehettek milyen séfek, és lehettek ott bent menedzserek. A séf kapja a legkevesebbet sajnos, viszont a menedzser és a felszolgáló, tehát ők ketten ugyanannyi pénzt kapnak, 15-öt, ő 10-et. Viszont itt lehet pizzát készíteni, és hát gondolom, hogyha ezt megfogjuk, hova vigyük? Ja, hogy jó, nézzétek, itt jelző, hogy hova kell vinni. De hova vigyem? Haló? Hova kell vinni? Én ezt nem értem, hát de itt az előbb jelezte. Hova rakjam? Ide? Ide? Meg lehetem? Nem akar. Ja nem, ide. Nem jó, actions. Aha, és akkor tányér, megfogjuk, tégpizza, tányérre rakjuk, nem? És kiadjuk. Valahova. Fene se tudja, hogy hova, de valahova kiadjuk. És mondjuk ide lerakjuk. Figyeld már! Hát ez olyan, mint a pizzázós. Na mennyire járunk? 50. Tök király, ez kicsoda. A főnökön fizetett nekem 10 back bónuszt. Király! Akkor az azt jelenti, hogy már 60-nál tartunk. Átvedlettem, és most én leszek ugye itt a... Wow! Én most itt rakjunk rá gombát, meg a szalámit. Nagyon jó, meg egy kis sajt. Jó lesz ez, köszönöm. Megfogjuk a pizzát, berakjuk ide. Oké. Mindjárt itt elkészül. Itt halljátok, meg lehet gazdagodni. Innen nem megyek el, amíg 1000 nem lesz a vérem. És ez ennyi? Hoppá. Jó. Eddig jók vagyunk. És elkészült, akkor meg tudom fogni. Jó, ték. Ide rakjuk. Deliver. Nem jó, nem kért senki pizzát. Nem jó. Ja, ott a pizza, ami kell. Jó, akkor úgy látom, hogy ezen van gomba, sajt, meg még egy plusz dolog. Jó, akkor várjatok, ezt elrontottam. Tehát gomba, paradicsomszósz és sajt. Oké, most megfogjuk, berakjuk ide. És sorry, elrontottam. Jaj, mi ez? Ne, be vagyunk zárva! Az hogy lehet? Elment az ember! Ne! Számítottam. Egyébként szerintem ez egy nagyon szuper dolog, hogy behozták a munkát, mert sokkal izgalmasabb, és sokkal hamarabb lehet pénzt keresni. Szóval ez nagyon izgi. Ó, egyébként tiszta bolond vagyok. Hát mindig elfelejtem, hogy nekem van ilyenem. És ezt ide ki tudom rakni. És... Set price. Egy, jó legyen kettő. Tessék! Ez micsoda? Szalon? Ez egy új dolog. Jó, először elviszem fürdeni, vagy magamat, vagy őt, nem tudom most kinek kell, a tojásomnak, és utána elmegyünk a híres, nevezetes szalonba. Méghozzá ez az. Akkor én beparkolok, ha már ilyen szépen megtanultam vezetni. Aha, ez egész jó. Pick up, és menjünk szépen be. Na, hogy néz ki ez a szalon? Wow! Oké. Ó, itt is lehet dolgozni. Figyeld már! És hogy tudok itt segíteni az embereknek? Mi van a kezemben? Mi ez? Nem látom. Jó, ez egy pudli, nem? Ez egy pudli kutya. Hogy kell lerakni? Nem jó. Actions, put down, nincsen olyan. Put down. Köszönöm. Így már jobban érzem magam. Beszélgessünk, akkor itt mi a helyzet? Igen. Ella, ez a szalonom. Peteknek, póloknak, góloknak, fellazoknak. Oké. És akkor hogy működik ez a lóvékeresés? Figyeld már, mindent befújok. Ó, de jó. Ó. És akkor be tudom fújni? Jaj, de jó. De hát nem... Tizet kere... Úristen! Befújtam a kutyámat és a rózsaszín lett. Mi a fene? A madarat is befújom? Hát ez zseni! Be tudom fújni! Hát ez nagyon tetszik. Ez zseni!
Lemossa a kutyát! Ne! Vagy én lemosom! Tessék, lesárgázok mindenkit! Nem jó, ottom ezt lerakni! Kis kéket! Köszönöm. Oké, és ezt hogy kell levenni? És ez itt mi? Hoppá. Open door. Jaj, de jó! Úristen, ez zseniális! Ez zseni! Hát befújtam kékre, azt megyre gyorsan lemosdatni. Hát ez nagyon jó. Tehát random be tudom fújni itt az embereknek a... az állatainak a színét, a külsejét. Na jó, itt az idő hazamenni. Én nem tudom, hogy ajda vagyok, hotdogát vették-e vagy sem. De nagyon örülnék neki, hogyha igen. Ez a videó szerintem ennyi volt. Ez ki volt ez a potyautas? És még elmegyük gyorsan lefűdetni a drágát, a drága hangját. És utána elköszönök vagy közben. Hát eléggé sok érdekes új dolog jött be, de még mindig elég nehéz pénzt keresni, mert viszonylag hamar vége a napnak. És ez a pizzázás, ez a pizzakészítés, ez engem nagyon, hogy mondjam, lelkesített. Szóval a következő részben, mert mi lesz következő rész, abban szeretném majd ezt folytatni, és elmenni úgymond dolgozni oda, és pizzákat készíteni, mert ugye sokkal könnyebb amúgy. Hogyha tetszett a videó, srácok, akkor nagyon megköszönném, hogyha nyomnátok rá egy lájkot, illetve hogyha még nem lennétek feliratkozva a csatornára, de tetszik az, amit látok, akkor iratkozzatok fel és kapcsoljátok be a csengőt, hogy le ne maradjatok a következő videóról, sortról, gyűlöltésről. Én Ajda voltam, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és azt, hogy velem tartottatok a mai videóban, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!